A kiváló stratégiai fekvés késztette a vár korai építését a Stadtsziklán. Körülbelül 1130-tól egy nemes, Reginger von Stadt tűnik fel, különösen a Klosteinorburgi kolostor dokumentumaiban, aki valószínűleg azonos a nemes Reginger von Ried im Inkreisten. Valószínűleg ő az első, aki a vár után Stadtsnak nevezte magát. Az 1272-ben említett Puchó de Stotz nem biztos, hogy ehhez kapcsolódik. 1246-ban a vár alatti síkságon ütköztek meg II. Frigyes és Ulrich von Karten seregei, aki cseh rokonai megbízásából megszállta az osztrák területeket. Karintiait, aki végül vereséget szenvedett a csatába, később Stadtsban tartották fogságban. Az erősség a Maisauer család alatt élte virágkorát, a vár alatti települést pedig városként emlegetik a dokumentumok. A várat bevehetetlennek tartották. Annál meglepőbb volt, hogy a 30 éves háború során a svédek gyorsan elfoglalták és lerombolták Lennart Torstensson tábornok vezetésével 1645. április 24-én. Stadts elfoglalás után Morvaországgal összekötő várként szolgált. 1645 után a romladozó erősséget felhagyták, és a neki otthont adó szikla tövében új kastély épült. 1945-ben a németek és az oroszok közötti utóvétharc következtében a kastélyépület leégett. A szikla tetején azonban még mindig ott állnak a vár maradványai. Full of tears.